Mint az a Tanya Színháznál megszokott, a társulat nagy része idén is az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatóiból állt össze. A fiatalok nagyjából 3 hetes próba folyamaton vannak túl. Csütörtök este a csantavéri közönség láthatta először a darabot. Jobban szeretek ilyen közönség előtt játszani, mert érzem, hogy élnek, érzem, hogy itt vannak, reagálnak, érzem azt is, hogyha unatkoznak, vagy hogyha kevésbé tetszik nekik az előadás. Ők mindig hangot adnak ennek, és én ezt szeretem itt, meg azt, hogy valahogy közvetlenebb itt a viszonyunk a közönségünkkel. Idén egy francia komédiával készült a Tanya Színház a vajdasági közönségnek. Az előadás rendezője Ritz Ármin, aki szerint témáját tekintve a darab a hétköznapok játékosságára kívánja felhívni a figyelmet, hiszen hajlamosak vagyunk ezt félretenni a karrier javára. Azt gondolom, hogy ez egy olyan jellegű hipnózis, amiben nagyon könnyű belefulladni, és az előadás erre próbál, illetve ebből próbál fölébreszteni minket, hogy a saját pulzusunkon tartsuk az ujjunkat, és minél inkább próbáljunk a folyamatra koncentrálni, és ne csak a végeredményeket várjuk a saját életünkben. A hivatalos bemutató szombaton lesz Kavillón. Az előadásokat minden nap este 21 órától láthatja a közönség.